egyrészt nagyon örülök, mert a helyiek segítettek a határon való átjutásban, ez egy nagy dolog volt. Másrészt pedig nagyon szeretem ezt a vidéket, nem azért, mert most vagyok itt először, de én szeretem ezeket a régiósi területeket. Még olyan egyszerűek, szóval nagyszerűek, na, fehéren-feketén. Nagyon szeretem őket. Itt ez a futballpálya, ez azt hiszem, hogy megfelel, tehát ez rendben van. Szoktunk ilyenen játszani, ilyeneken játszani, és nem nagy képviselni jöttem ide, vagy jöttünk ide, hanem azért, hogy minél jobban megcsináljuk ezt a koncertet. Az Omega már nagyon régen szeretett volna eljutni Kárpátaljára, Ukrajnába. Az Omegát a Szovjetunióba se engedték be, és ide se. Tehát most jött el az ideje, hogy végre az Omega meg tud mozdulni, és át tud jönni ide Kárpátaljára, ide Beregszászra, mert ezt megelőleg ez nem volt lehetséges. Nézd, az Omega volt kelet-európai Rolling Stones-a, tehát az igazi nyugati banda, vagy olyan, nem nagyon kedvelték. Tehát ő nem volt ő inkább egy tűrt zenekar volt, mint támogatott. Úgyhogy így kerültünk ide. Mikre számíthatnak azok, akik eljönnek ide meghallgatni az Omegát? Milyen számokkal fognak fellépni, vagy lesz-e valami különlegeség ebben az alkalomban? Egy turnét csinálunk ebben az évben, ami turnében van egy beállt program. Nyilvánvaló, hogy bizonyos helyeknek megfelelően a programon egy 2-3-4 nótát változtatunk, mindig a helynek megfelelően, de durván ugyanabból a 26-28 nótából főzünk. Egy példát mondok, itt most tényleg a legnagyobb slágereket eljátszuk, amiket mi gondolunk annak, és gondolom a közönség is annak gondolja, de például innen megyünk Németországba 3 koncertet játszani, ahol a németeknél az Omega 15 évvel később lett nagy zenekar, mint Magyarországon, tehát ott a 15 évvel későbbi dalokkal kell kiegészíteni a programot, aztán jövünk át Csehországba, ott megint egy picit más a program. Ide Beregszászra a nagy slágerekre gondoltunk, hogy hát itt még nem volt az Omegát, akkor hagyj hallgassák már meg eredetiben mindazt, amit az Omega csak rádióba játszott eddig. Említett, hogy egy turné közben vannak. Milyen helyszíneken voltak, és milyen helyszínek vannak, maradtak még? A következőképpen néz ki egy ilyen turné évelei tervezéssel. 12 sportcsarnokot szerveztünk meg, ezek a nagyvárosok sportcsarnokjai, most Magyarországról beszélek, aminek a végén a Nazarettel játszunk együtt a budapesti arénában. Minden sportcsarnok előtt úgynevezett bejátszó bulinként játszottunk egy-egy koncertet kisebb helyiségekben, egyrészt a kis helyiségek nagyon örültek neki, nekünk meg nagyon jó volt azt az éppen aktuális változtatást gyakorolni, tehát játszottunk jó pár kisebb helyen is, hát jó pár az 5-6, de maga a turné. Na most, amikor pedig elindulunk ki, akkor Szlovákia, Csehország, Németország, és ezeket megfelelően felfűzve, tehát ha már megyünk, akkor 2 szlovák, 2 cseh, 3 német, vagy 4 német, és akkor ezt kvázi ismételjük. Úgyhogy hát így egy a 30 előadást játszunk ebben az évben is, és azt gondolom, hogy még mindig nagy sikerrel. Nem azért, mert mint menedzser nekem kötelező ezt mondani, hanem sokszor engem is meglep, hogy mennyire szeretik ezt a zenekart. Legutóbb egy érdekes koncertet játszottunk, hát finoman szólva érdekes, Recsken, ahol a tábor volt a kommunista rendszerben, és ennek emlékére az Omega játszott egyet, és az emberek szabályosan sírtak, hogy ezt az Omega megteszi, és akkor Beregszászra vissza. Itt is hallottunk dolgokat, és akkor azt mondtuk, hogy jönnünk kell, és akkor jövünk. Az Omega az 50 éve van fent a porondon. Csak nagy beszélésben mondtam, mennyire látják azt, hogy nem csak az idősebb korosztályt vonza be, mennyire ott tudják bevonzani a fiatalabbakat is ezekre a koncertekre. A koncerteken mennyire vesznek részt a fiatalok, a 20 évesek? Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen ez 3 részre szakad ez a közönség, tehát 3 részre osztható. Vannak a velünk egyidősek, meg kicsit idősebbek, akik még annak idején is táncoltak az Omegára.
akkor van egy jó erős 40-es, 50-es korosztály, aki pedig az Omegát akkor kezdte el megismerni a 70-es, 80-as években, amikor az Omegának a legmagasabb nemzetközi megítélése volt, Időrabló, Gamma, ezekkel a lemezekkel. És van egy fiatal réteg, 20-asok, 30-asok, akiket én azt szoktam mondani, hogy ha másért nem, azért jönnek el, mint a Jurassic Parkba. Jé, élnek, tényleg vannak, jé, mozognak, jé, de nagy a show, hú, lézer. Szóval nem biztos, hogy két-három nótánál többet ismernek, de magát a showt, magát az Omega jelenséget meg akarják nézni. Úgyhogy azt nem mondom, hogy az Omega, ugyanúgy, mint a Rolling Stones, ma már nem a fiatalok zenekara, de eljönnek a fiatalok is.